Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... A miniszterelnöki hivatalból Szalai Bobrovinszky Vince, hibátlanul mondtam ki a nevét, most egyszer sikerült végre. Premier. Hát igen, nem egy egyszerű név. Ez kicsit. Sokan használják is, és nagyon népszerű név. Nézzük, hogy ön mit tesz azért, hogy ez a név még népszerűbb legyen. Vannak olyan civil szervezetek, akik nyertek, de még például a pénzt nem kapták meg. Mi az oka? Elfogyott a pénz időközben? Nem, egyszerűen időbe tart kiszerződni, tehát meg voltak különböző visszatartások is a rendszeren belül, tehát most már szerintem rendeződik a dolog. Tehát, bízom benne, hogy van pénz, van pénz. Bízom benne, hogy azokat, akik tudták, hogy jön Szalai Bobrovinszky Vince ma hozzánk, és fordultak, ime kérésüknek eleget tettem, ha bár nem vagyok közvetítő, illetve a média az mindig közvetítő. Ön többek között az egyik sapkával a zsidó szervezeteket Igen. is pártfogója. Egy érdekes konferencia volt napjainkban Magyarországon, a régi elhagyott zsidó temetők szervezett az Európai Unió és zsidó szervezetek egy konferenciát. Oktatással is foglalkoznak és temetők rendbehozásával. Ez nem egy konkurencia a mazsöknek, ahol magyar állami pénz hatalmas befektetéssel és helyhatósági támogatásokkal próbálják rendbe hozni. Ugyan most ez föl van függesztve egy évre a gazdasági helyzetre való tekintettel. Ez a konferencia? Nem konkurencia, meg maga az a munkásság, amit én nagyra becsülök, amit... Tehát ez egy pozitív dolog, igen. Persze, tehát ez tök jó. De nem konkurencia, mert ugye itt alapvetően, tehát míg a mazsöknél, a magyar állam jóvoltából volt erre forrás, most oké, most éppen nincsen, de addig ebben a rendszerben, amit az Unió és a német kormány finanszíroz, ebben a rendszerben a magyarországi temetők felújítására egyelőre nincsen uniós vagy német pénz. Tehát de itt arról van szó, hogy mi terem. Akkor elnézést kérek, miért nincsen? Ezt nem tudom, tehát... Tehát Németország az Unió tagja, mi az Unió tagjai vagyunk, van egy Európai Unió stratégia, a németeknek biztos van okuk rá, hogy támogassanak egy ilyet, akkor miért nem? Támogatják, még egy meg kell nézni, hogy tényleg nincs benne pénz, de ahogy nekem ez lejött első körben, úgy arra számítanának, hogy a magyar kormány valamilyen együttműködésbe lehet ezt a temető felújítási programot csinálni. Ők egyébként szeretnének széleskörű felmérést végezni az országban, ez nagyon helyes is. Eddig azt hiszem három temetőt kerítettek körbe Magyarországon. Ugye tudjuk, hogy zsidó temetőből nagyjából 1400-1600 között van, amiről tudunk. És részben megteltek és elhagyottak. Így van, és hát nyilván tudjuk, hogy a holokauszt miatt elhagyottak, és nem lehet megoldani a sírok gondozását, ezzel pontosan tisztában vagyunk. Ezért is tett bele az állam korábban 1,5 milliárdnyi forintot ebbe a történetbe. Most azt még nem látjuk, hogy onnan a német uniós erőtérből jön erre forrás. Meg kell nézni, hogy mit tudunk ezzel csinálni. Egyébként meghallgattam az urakat, hölgyeket, akik eljöttek hozzám. És nagyon szép, hogy a nemzetközi konferenciákat itt rendezték. A halottakról, ha bár nagyon fontos a múlt, menjünk át az élőkre. Igen. A Mazsihisznek, a legnagyobb zsidó, úgy hívta az előző elnök, hogy Ernyő szervezetnek új elnöke van. Találkozott-e már az új vezetőséggel? Hát én az új elnököt nagyon régóta ismerem. Tehát a Grósz Andor professzor úrral 5. éve zajlik egy nagyon jó együttműködés tekintve, hogy ő a Magyar Állam által fönntartott holokauszt dokumentációs központnak a kuratóriumi elnöke, tehát a vezetője. Úgyhogy bemutatkozni nem kellett egymásnak, nyilván beszéltünk. Ezen kívül a Kecskeméti Zsidó Hitközség vezetője. És a Kecskeméti Zsidó Hitközség vezetője is, egyébként meg győri születésű, tehát ott is vannak gyökerei.
És tehát mondom, bemutatkozni nem kellett egymásnak, beszéltünk egymással, gratuláltam neki, és hát nyilván neki még, hogy így mondjam, a helyébe úgy be kell dolgoznia magát, hiszen teljesen új, és nyilván neki is új a helyzet, ami az életében is komoly változásokat okozhat. Én azt tudom mondani, hogy nekem, mint a HDKE elnöke, mármint úgy, hogy ő a HDKE elnöke, mi kettőnknek az együttműködése az kiváló volt. Van esély arra, hogy a Mazsihisz, mint az egyik legnagyobb zsidó szervezet, visszanyeri korábbi helyét létszáma, nagysága miatt a kormányzat szívében? Hát ugye én mindig azt mondtam, hogy mi mindig zsidó szervezet irányába és a zsidó felekezetek irányába is támogatólag léptünk föl az elmúlt, most az elmúlt 13 évről tudok beszélni. Nyilván voltak konfliktusok, ez látható volt, és nyilván a konfliktusoknak a nagyobbik része sajnálatos módon a Mazsihisszal alakult ki. De voltak konfliktusok. Voltak, igen, de mi nem, tehát mi egyenlő távolságot tartunk a felekezetekhez, és várjuk azokat az elképzeléseket, amikről azt gondoljuk, hogy támogatás érdemesek. Szóval van egy bejárat támogatás, ami akár az örökjáradék formájában, akár más formában is megvalósul. De vannak rendkívüli force majeure esetek, például a Mazsihisz Egyeteme, Tábor Ájan, én nem a képviselője vagyok, persze, a Mazsihisznek még csak adófizetője sem vagyok. De van egy egyetemük, amik éppen romokban áll, nem használható. Különböző helyeken folyik az oktatás, itt-ott befogadják őket. Van egy kórházuk, ami bízunk benne, hogy nem torzóvá válik. A kormány hatalmas összeggel támogatta idáig. Az újjáépítést, az utolsó lépések vannak hátra, vajon sikerül-e befejezni? Én azt tudom erre mondani, hogy bízom benne. Itt ugye azt kell látni, hogy ezek az intézmények, ezek a Mazsihisz által fenntartott intézmények. És ilyen formán ugye mi arra vagyunk kvázi ráutalva, hogyha a Mazsihisznek a vezetősége azt mondja, hogy tehát igen. Tehát a fája hasa, jöjjön el az orvoshoz. Hát végeredményben igen, tehát én azért mindenképpen azt mondom, hogy az új elnöknek hagyunk annyi időt, hogy kidolgozza a koncepcióját, hogy most mi az, ami számára fontos, amire úgy ami ír meg. Ami a közösség számára fontos. Bocsánat, igen, de nyilván ő a közösséget képviselte, tehát nyilván nem személyesen hát az elnök számára, meg ezek hanem a közösség számára nyilván van, de innentől kezdve, hogy úgy, mint egy kormány esetében, amit megválasztanak azok, akik megválasztották, azok arra 4 évre kénytelenek bizonyos értelemben, hogy hát rábízzák a sorsukat erre a kormányra, ugyanúgy a Mazsihisz elnökére, a közösség 4 évre, meg hát persze az erőjáróságra, mert azért sok vezető van, rábízta a sorsát, és nyilván széles egyeztetésben majd megjelenik az elnök úr az elképzeléseivel, és akkor azokat meglátjuk, hogy tudjuk anyagi helyzetünk figyelembevételével is, hogy tudjuk ezeket az elképzeléseket támogatni. Nyilván lesznek elképzelések, de szerintem az időt kell hagyni, most emrégében volt a választás, hogy az elnök úr és a csapat ezt kidolgozza. Hát választások voltak itt is, voltak az ortodoxusnál is. Igen. Az Európai Unió egy új stratégiát próbál létrehozni az antiszemitizmus ellen, de én, ha jól emlékszem, a magyar kormánynak van stratégiája, amit megpróbál ki is vitelezni a zéró tolerancia, és folytathatnám tovább, akkor miért van szükség újabb stratégiákra? Hát a mi olvasatunkban a mi rendszerünk, ha szabad így fogalmazni, jogszabályi tekintetben is, és a gyakorlati működés tekintetében is tulajdonképpen ki van dolgozva. Tehát azt tudjuk egyébként csinálni, hogy különböző best practice-eket, a legjobb gyakorlatokat adott esetben más államoktól átvesszük. Ez a stratégia, ez jönni fog majd, tehát le fogunk tenni valamit az asztalra az év folyamán valamikor, még ez kidolgozás alatt tekintetben, amiatt is fogalmazok itt óvatosan, mert ugye ahogy te is utaltál rá, Péter, két szervezetnél is vezetőváltás volt.
Ugye erre, ezt tudjuk, hogy erre egy jó, de ott meg kell bombát hagyni, próbálok elhelyezni. Meg kell hagyni az esélyt, mert ezt ismerjük, hogy a Mazsisz előzővezetése mint gondolt, de szerintem meg kell hagyni az esélyt arra, hogy tekintet, hogy most volt az elnökválasztás, elnökváltás is, hogy az új vezetés is letegye a saját prioritásait az asztalra. Az én kérdésem az, hogy van-e esély arra a stratégiai építés között, hogy egy olyan stratégiát elágyazni bombaként a stratégiák között, ami a magyarországi zsidó szervezeteket is egy picit megpróbálja összefogni, illetve kibékíteni őket. Hát, mert úgy látszik, hogy közvetítő nélkül ez nem nagyon megy. Ez egy érdekes kérdés, mert ugye volt időszak, amikor közvetíteni próbáltunk, vagy legalábbis jótékonyan felállottuk a támogatásunkat, ez ügyben nem feltétlenül működött. Volt, amikor azt mondtuk, hogy hát akkor egyezzetek meg egymással, az sem feltétlenül működött, bár voltak kisebb, nagyobb sikerek e tekintetben. Ami látható volt, az kös az elmúlt hetekben, azt kell mondjam, egy nagyon éles, ugye itt az elnökválasztás, a Mazsisz elnökválasztás megelőző időszakban, az előző vezetés részéről éles üzenetek fogalmazottak meg, úgy a magyar kormánnyal szemben, mint a többi zsidó felekezettel szemben, amit én személy szerint sok esetben csodálkozással és néha megrökönyödéssel is olvastam, de az elmúlt, nem tudom, 10 év korábbi vezetése nyilatkozatait és tetteit látván annyira azért nem lepődtem meg ezen. Én azt gondolom, hogy amit elhangzott az elmúlt napokban sok helyütt, és erre utalt a Mazsisz új elnöke is, és erre utalt egyébként az EMIH vezetője is, hogy jó lenne a zsidó közösségen belül is valamilyen békét, valamilyen összhangot teremteni. A béke szó sokszor elhangzott. Én azt gondolom, hogy ebben elsősorban nekik van feladatuk, és hogyha mi bármiben tudunk segíteni, mi ezt a békét és együttélést elősegíti, akkor örömmel ott vagyunk. Nem biztos, hogy mindig számíthatnak, de szinte a főnökeimre is mindenkire ott vagyunk, hogy segítsünk, támogassuk, és nyilván az elképzeléseket, hogyha azok megérdemlik a kormányzati támogatást, úgy gondoljuk, hogy ez fontos zsidó közösség a magyar világ szempontjából, akkor megpróbáljuk megvalósítani. A civil szervezetek közül az egyházi civil szervezetek szerintem nem akarok senkit megbántani, de nekem úgy tűnik, hogy a legaktívabbak. Úgy a katolikus egyháznál, a reformátusoknál, mindenhol, a bahájnál és a zsidóknál egyaránt. És ha jól nézem a költségvetést, akkor látom, hogy sikerült önnek megtartani a tavalyit, sőt, egy kicsit még növelni is. A növelés... most mondhatnám azt, hogyha trollkodni akarnék, hogy a növelés is egy hatalmas eredmény a részünkről, de ez inkább az adófizetőkön múlik, mert az 1% miatt, amiről nem rendelkezünk, a civil 1%-unkról, az bekerül a nemzeti együttműködési alapba. És akkor most eszembe jutott ezzel a mondattal, csak hadd mondjam el azt, hogy igen. Nem, köszönöm. Oké. Okay. Azzal kellett volna kezdjem ma az adást, hogy 24 órával az SZJA-be adás meg van hosszabbítva, és van. Gondolom, hogy akkor ezáltal az 1%-ra való utalás is. Úgyhogy ha valaki még az 1%-át nem adta oda egy oktatási, egészségügyi vagy egy egyházi intézménynek, akkor rajta, mert különben a közösben marad. Most tessék folytatni, elnézést. Igen, ami ugye, tehát én mondhatnám azt is, hogy ami a közösben marad, tehát amiről nem rendelkezünk, az a mi szempontunkból, akik a NEA-t működtet, jó, mert az a pénz bekerül. Csak mi nem vagyunk ennyire önzők, mert a magyar jogszabálynak megvan a maga oka, és ezért mi kampányt is csináltunk az SZIA civil 1%-ának a befizetésének, ahogy így mondjam, szükségességéről, hogy igenis tessék rendelkezni, nem befizetés, bocsánat, nem rendelkezzünk erre az 1%-ról, és én remélem, hogy valóban köszönjük, Péter, hogy reklámot csináltál ennek. Még van különböző technikai okok miatt, ugye még egy nappal meghosszabbodott a beadási határidő, úgyhogy bízunk benne, hogy még sokan fognak civil szervezetek számára ugye rendelkezni. Ami még össze be tudok mondani, hogy az idei évben a NEA 11 milliárd forint fölött tudod diszponálni, és igen, ahogy az elején kérdezted, a pénz megvan, tehát aki még nem kapta meg, az meg fogja kapni, a döntést már tudják.
a civilek a jövő évben egy nagyobb ugrás lesz, jövő évben 13,8 milliárd forint, tehát kis hiány 14 milliárd forint lesz a NEA-ba. Ez nyilvánvalóan növeli a forrásokhoz juthatóknak a körét, úgyhogy én azt tudom mondani, hogy mindenki készítse a ceruzáját. Már most a NEA-nak a nagy pályázatát azt október 2-án hétfőn fogjuk kiírni, ez is egy eldöntött tény. Tehát várjuk a pályázókat, lesz egy hónap pályázási idő, és aztán a szokott módon igyekszünk gyorsan dönteni. Ezek ugye tudni kell, hogy nem 23-as pénzek, azok már kvázi folyamatban vannak, a kiutalások, van, aki megkapta, van, aki még valaki felé úton van, hanem ezek a 24-es pénzek. És ott ugye mondom 13,8 milliárd, 14 milliárd, ha belegondolok abba, hogy amikor én ezt 18-ban elkezdtem ezt a munkát, kicsit több, mint 5 milliárd volt a NEA-ba. Most 14 milliárd. Szép eredmény. Ez szép dolog, és közben ugye azt tudjuk, hogy volt a városi és a falusi civil alap is, amivel tudtuk azért, hiszen annak éppen az volt a jelentősége, hogy olyan tételekre lehetett pályázni, amelyekre a NEA-ban nem lehetett. Tehát például gépkocsi beszerzés, ingatlanvásárlás. A városi és a falusi civil alapon belül ez lehetőség volt. Én bízom benne, hogy ez továbbra is majd most a pénzügyi nehézségeink átívelvén valamikor majd ez idén eldől, hogy tudunk egy újabb kört futni. De a NEA az mindenképpen még nagyobb tételben rendelkezésre fog állni idén ősztől, jövő évi kifizetéssel. Természetesen ez évben még sokszor fogunk találkozni, még a zsidó új év is messze van, és még senki nem megy szabadságra, annak is majd eljön az ideje. A pontos idő 9 óra, az elmúlt negyed órában Szalai Bobnovicki Vice a miniszterelnökségről volt stúdiónk vendége, tárcája a civil szervezetek, na meg a zsidó szervezetek is részben. Most következik egy általam objektívnek vélt híradó, akinek építőjellegű véleménye van, ragadjon tasztatúrát, vagy akár telefonáljon, ha úgy könnyebb, de nem este 9 után, és nem ünnepek alatt. A híradó után igen, Rászné Földi Judit, Pirkadat Extra, a DK képviselőnője, aki Fehérvárral utazgat Budapestre, hogy részt vegyen a parlament ülésein. Ilyen az, amikor egy anya mindennek meg akar felelni, ővele folytatott beszélgetést is fogadják szeretettel. Ennyi volt a mai kínálatunk, és nézzék tovább a mindig kedden esedékes műsorainkat is. Köszönöm, hogy rendelkezésre állt, és mielőbb visszavárjuk. Köszönöm szépen.